Meséltem már az unokámról. Képzeld, néhány hónapja kezdett az új munkahelyén, a Vívánál. De ez nem az a tévécsatorna, ez informatikai cég. Hát képzeld el, hogy rugalmas a munkaideje. Akkor jön, akkor megy, amikor csak akar. Hát ha nekünk annó ilyen lehetett volna, gyönyörű szép az irodájuk, csupa fiatal mindenki, és keddenként még ebédet is kapnak. Mindenki együtt, mint egy nagy család. Nem hiába, mindig is mondtam neki, hogy tanuljon. Hát tessék, nem lett igazam? Ők ilyen, hogy is mondják, szoftveresek. De nem úgy, hanem már a felhőben, és az ügyfeleik gyógyszergyártó cége. Már ha a tévében meglátok egy reklámot, megdobban a szívem. Szinte mindennyikkel dolgoztak már. Mondjuk, az biztos, hogy sokat dolgoznak. Van, aki rengeteget van úton, a másiknak meg egész nap a fülén van a telefon. Előfordul, hogy egész nap nem érem el én sem. Annak örülök, hogy ki van neki nyílva a világ. És a magyarok mellett olasz, ír, ausztrál és jordán kollégák is vannak. Sőt, van, hogy egy úgynevezett projekt csapat tagjai mind más-más országból jöttek, és csak ritkán látják egymást. El tudod ezt képzelni? Európában több irodájuk is van, például Barcelonában és Párizsban is. Jaj, én olyan büszke vagyok, mikor mutogatja a képeket. Mondanom sem kell, hogy nagyon együtt vannak. Ha eljön a hétvége, akkor még egy kis lumpolás is belefér. De hát előttük még az egész élet.